Minden feszültségben él, ahogy az életben is. Május végén Munkácsi Krisztus trilógiája a Biblia tükrében címmel tartott dr. Reisinger János irodalomtörténész vetítéssel egybekötött előadást a Városi Könyvtárban. A Munkácsi évnek nevezzük ezt a kerek születési évfordulót, mert 170 éve született, azért ez nagy szó. Mindnyájunk által ismert nagy művész, és sokak által ismert szent könyv a Biblia. És hogy jön ez a kettő, vajon hogyan találkozik ez a nagyon nagy művész és a szent könyv a Biblia, hiszen a három nagy képe az egy passiót ábrázoló, mint egy megelevenedett Biblia, úgy gondolom mindnyájunk számára. Nagyon sokat mondó. A számos képzőművészeti és irodalomtörténeti tárgyú könyvet jegyző előadó bemutatta Munkácsi életét, kiemelten foglalkozva a Krisztus trilógiával, a képek keletkezésének történetével, elemzésükkel. Most egy átfogó elemzést szeretnék önöknek nyújtani a Munkácsi trilógiáról, hogyha van érdeklődés, akkor általában télvíz idején, november és február között tudok visszajönni, hogy mindegyik képet nagyon tüzetesen bemutatni, mert Munkácsi nem csak nagy festő volt, nagyon jelentékeny gondolkodó is volt. Ezt meg fogjuk látni. Önmagát egy 1881-es, itt látjuk festményen, egy önarcképén is így örökíti meg, mint aki bátran a szemünkbe néz, egy egyszerű ember, sóvám tiszta az édesapa, és mondom, korán elveszíti a vagy iparos, vagy ügyvéd rokonait, és emberhez méltatlan körülmények között él Békés Csabán, megszökik Gyulán is, Aradon is, 13 éves korában szerzi be azt a szörnyű betegséget, aminek következtében ő 56 évesen kellett, hogy távozzon az élők sorából. Az első nagyhatású festményét 1869-ben Düsseldorfban festi, ez a Síralomház. Ezzel annyira meglepődnek a nyugatiak, németek is, de főleg a franciák. Németek máig nem szeretik Munkácsit, mert nem tudják lenyelni, hogy Liebből hogy lett Munkácsi. Ugye német család, félig katolikus, félig evangélikus, de ő magyarosítja a nevét, mert ugye Munkácson született, és a németek ezt valahogy ezt nem tudják elfogadni, már életében is sokat támadták, azóta is elhallgatják. A franciák viszont annál jobban lelkesednek érte, ezek a sötét tónusok, ez a feketének és fehérnek ez az állandó ütköztetés, itt van az elítélt, itt felesége sír, a gyermeke árva lesz, az imakönyv is oda kerül a padlóra, a bámész gyerekek, a falu népe búcsúzik tőle, itt van ugye, aki őrzi, holnap őt már kivégzik. És ez a drámai folytott légkör, ez annyira megrázza a nyugatot, hogy Düsseldorfból Párizsba viszik a képet, és olyan óriási pénzt kap érte Munkácsi, hogy az addigi összes nyomorgását, éhezését mindenit el is felejtheti, a legkeresettebb festő közé emelkedik, pedig Munkácsi még így kezdte a pályáját, ez a húsvéti locsolkodás, de ha Pesten maradt volna, vagy Bécsben, és ezen a szinten, akkor most nem ismernénk, mert ilyen zsáner képek tucatjait festették akkor a festők. Amikor viszont a legjobb barátja meghal, de Mars Márki, feleségét veszi el, Cecil asszonyt, és a következő híres képe 1874-ből a műteremben. A festő itt van a festmény előtt. Nem tudjuk, hogy mi ez a festmény, nem is érdekes. Az érdekes az, hogy a festő latolgatja, hogy mit kell még csinálni ezzel a művével, hol kell javítani, itt van még a kezében az ecset, de a fontos, hogy megbeszéli egy másik emberrel, feleségével, aki azonban a legjobb barátja is, impresszáriója is, akivel nagyon szerettek volna gyermekeket, itt is itt van az emléke, Munkácsinak három gyermeke halt meg. Egyik az anyamében, a másik 12 napos korában, a harmadik 12 éves korában. Nagyon ragaszkodott, nagyon szerette a gyerekeket. Munkácsi egy nagyon egyszerű, életvidám ember volt, reggeltől estig festett, dolgozott, az egész élet felfogását a festészetbe akarta transzponálni, és az ebben a festményben az érdekes, hogy tetszenek látni, az előbbi Síralomházhoz képest kicsit enyhültek a tónusok. Nem csak fekete-fehér, van itt már kék, vörös, barna, minden, tehát oldottabbak már a színek, barátságosabb lesz egy kicsit a tónusvilág, és kifejlődik az, hogy Munkácsi rájön, hogy ő a lélektani dolgoknak a nagy festője,
Tehát két ember összetartozása, hogy hogy beszél meg két, ez nem olyan egyszerű ám ezt lefesteni. Az életben is ritka különben, hogy két ember megérti egymást. Az életben is ritka, de még hogy ezt lefesteni, hogy ennek jellege legyen, ennek egy bizonyos lelkületet árasztó jellege legyen, ez 1874. Na de hogyan tovább? Milton évforduló jött 1876-ban, Munkácsi is elolvasta az Elveszett paradicsomot, ez már félig bibliai mű. Milton, gondolom itt a könyvtárban is ki tudnak itt kölcsönözni, Milton az Elveszett paradicsom írója, az olyan, mint Dante az isteni színjáték, a 17. század legnagyobb műve, és mind a mai napig a protestáns világnak a nagy eposza, a mennyei lázadástól, a bűnbeesésen keresztül Krisztus áldozata, apostolok és a föld újjáteremtése, tehát óriási hosszmetszetben foglalja össze az egész emberiség sorsát Milton Elveszett paradicsoma. Munkácsi elkezd skicceket készíteni, Milton megvakult élete végén, ezért ül a karosszékben, három lánya, bejön a felesége, megint megfordítja, itt van Milton, bejön a feleség, három lány, és a végén ez lesz belőle. 1878-ra készül el a kép, és akkor Párizsban éppen világkiállítás van. A világkiállításokat úgy tessenek elképzelni, hogy az 1848-49-es szabadságharcok után Európa azért elég megdermett, olyan, mint a II. Világháború utáni időszak, és kezdik oldásképpen rendezni ezeket a világkiállításokat, ahol nem csak gépeket meg műszaki dolgokat állítanak ki, hanem a művészet is képviselteti magát. Például 1878-ban több mint 10 000 képpel neveztek. Munkácsi lett az első ezzel a festménnyel. És amikor Munkácsi megkapja az aranyérmet ezért a festményért, ami a festészet történetének egyik legfigyelemreméltóbb alkotása, de erre nekem külön előadás kellene, itt most nem tudok ebbe belemélyedni, én a könyvemet ennek az elemzésével, 4 oldalas elemzésével kezdem, de nálam egy sokkal nagyobb koponyának, Péterfi Jenőnek az elemzésével, aki az egyik legnagyobb magyar gondolkodó volt, filozófus, művészettörténész, irodalomtörténész. Amikor az 1880-as évek elején meglát ezt a képet, egy csodálatos elemzést írt ura. Azt mondja, nézzék, betűz a napfény, megvilágítja egy kicsit Miltont, az idős és megvakult ember. Hát egy idős, megvakult ember kiszolgáltatott. A kiszolgáltatottság, mint Munkácsi képein, tessenek gondolni az ásító inastól, a köpülő asszonyon át a tépés csinálókra. Munkácsi a kiszolgáltatott, a szenvedő, a nyomorgó, az elnyomott embereknek a festője. Újra visszatalál erre, ez például az egyik vázlata, illetve tanulmánya ehhez a festményhez. Az idősebb kislány, akinek a kezében megáll a lúdtól, mert figyel, hogy az apja mit mond, mert az apa nem lát, de belül tele van látvánnyal és vízióval a lelki, és ezt mondja az apja. Tessenek megnézni itt is, itt most már nem két ember, mint előbb láttuk, hogy a festő és felesége van, az apa, a legkisebbik lány, aki nem sokat ért az egészből, itt valami szövéssel foglalkozik. A középső kislány, ő már bakfis vagy kamasz, éppen menni készül, mert végképp nem ért belőle, és a kamaszok ma is milyenek, hogy ott hagynak bennünket. Az idősebb kislány azonban tudja az értékét annak, ami az édesapja lelkében, szívében van, és ő jegyzi le az elveszett paradicsomot. A háttér is ugyanaz a néhány tárgy, ruhadarab, itt a szőnyegek, mint előbb is láttuk, de az egész kép úgy vezeti a tekintetünket. Megyünk egyik alakról a másikra, a 4 alaknak az egymáshoz tartozását mérlegeljük, elmérdünk, elkezdünk gondolkodni a nemzetéki kérdéseken, a generációk problémáján, ami ma is a legnagyobb problémák egyike a világban, a generációs probléma. És valóban Munkácsinak a lélekábrázoló képessége. Ne tessenek elfelejteni, hogy mi a nagy művészet, ami a lehető legkevesebb eszközzel a lehető legtöbbet fejezi ki. Ez egy olyan egyszerű festmény, mint amikor egyszer Mikszátnak azt mondta, Mikszát valahol vidéken étkezett, és amikor megtudta a szakács, hogy Mikszát van, hogy kijött, és azt mondja, hogy Mikszát úr, olvastam legutóbbi novellát, de az olyan egyszerű, azt én is meg tudtam volna írni. Azt mondja Mikszát, na végre valaki elismeri a tehetségemet. Mert ami a művészetben mindig, ami egyszerű, de ami mély,
ami nem a felületen van, hanem vonzza a tekintetünket, gondolkodásra készít. Ez a nagy művészet, ezért volt nagy művész Michelangelo, meg Leonardo, de Munkács is itt talál rá, és azért tessenek meggondolni, ezért egy holland képkereskedő egy vagyont ígért, egy bizonyos Goupil, aki mellesleg egyik kifutó fiújaként Van Gogh-ot is alkalmazta. Van Gogh először képkereskedő volt. Amikor Goupil úr megtudta, hogy ez aranyérmet nyer Párizsban, elkezd remegni, mert akkor mondjuk 100 millió helyett azért 150-et illik adni már ilyen után, és azt meg ő nem akarja kiadni. És visszakozik, és azt mondja a Munkácsnak, hogy Munkács úr, ne haragudjon, nincs pénzem, nem veszem meg a képet. Munkácsi majdnem összeroppan, és ekkor jön ki az a szereplő, akinek köszönheti Munkácsi a felesége mellett a legtöbbet, a trilógiát is neki köszönheti, Karl Zedelmeier. Ez egy svájci, német születésű svájci ember volt, műkincskereskedő és képkereskedő, és a Goupil által ajánlott ár fölébe megy, délelőtt Munkácsi még összeroppanás határán, délután pedig ott van mondjuk a 200 millió a kezében. De azt mondja ez a Zedelmeier, Munkácsi úr, engedje meg, hogy ezt a képet egész Európán végigvigyem. És végig is vitte egész Európán. Fővárosokba kiállította, fotókat csináltatott, metszeteket, tehát meggazdagodott már ezen a képen. De ő mondja, ez a Zedelmeier, hogy Munkácsi úr, hát ez 7-8 négyzetméter, fessen nekem egy 26 négyzetméteres festményt. Elteszem gondolni, hogy mennyit 26 négyzetméter? Körülbelül ebbe a kivágásba se fér bele. Tehát egy olyan 6x4-es, tessenek úgy elgondolni. Hát mit fessen szerencsétlen Munkácsi? Zsandárka mágián, rögtön le is skicceli, nagyon híresek ezek a Munkácsi skiccek, vázatok. Zsandárka mágián, nem? Zsandárka mágián, mágia, polgárok, égetés, vértanú, súlyos a téma, nem jó, előhoznak más témákat is, nem jó. Előáll Zedelmeier, Firenzéből jön, szóval Munkácsi úr, hogy tetszik magának ez a festmény? Ki találja ki, hogy ki lehet ez a festő? Itt van Pilátus, Jézus telébe vezetik, itt vannak a zsidó főpapok, itt vannak a katonák. Nagyon egyszerű a jelentezés, mert összesen 8-9 alak, de a színeknek a változatossága, visszafogott pasztelszínű jellege, az egésznek egy olyan egyszerű drámaisága. Munkácsi tartja ezt a reprodukciót a kezében, ez Fra Angelico. Fra Angelico annyira elbűvöli Munkácsit, hogy rögtön maga számára lefordítja. Ez a Krisztus Pilátus előttnek az első vázata. Hát ez mutatja, hogy Fra Angelico hatott rá. Ez már a második. Munkácsi úgy gondolja, hogy a kép középpontjába Jézus helyezi, nagy tömegjelenetet fog ábrázolni, mert a tömeg, hát a 19-20. Század tömeg, mindenütt a tömeg, nagy tömegjelenetet gondol, a papok meg a Pilátus az talán a jellegtelenebb rész, de harmadik vázlatán már módosítja. És azt mondja, hogy nem, Jézust inkább az aranymetszés pontjába helyezi, tehát itt van az egyharmad, itt van a kétharmad, mert a történelmet nem a tömegek irányítják. A történelmet a politikai vezetők és az egyházi vezetők irányítják. Ez Munkácsinak végig megtartott álláspontja. A történelmek nem a tömegek irány. Nincs ilyen, hogy kétharmad. Már bocsánat. Nem Magyarországon, nincs ilyen, hogy kétharmad. A tömegek mindig a statiszta szerepét játsszák, és a tömegeket mindig úgy befolyásolják, hogy akarják. A tömeg a leggyengébb láncszem. Ezeket kell majd kidolgozni, de hogyan? Először elkezd Jézussal foglalkozni, mert az, hogy 26 négyzetméter fessen, először a legfőbb alakokról kell külön tanulmányvázatokat, színvázatokat. Hát először Jézus egy kicsit ilyen, magyaros Krisztus. Beolvasunk, kurucok vagyunk, megmondogatunk dolgokat. Innen indulunk. Én is ezt tettem föl a könyvem címoldalán, hogy innen indult Munkácsi. Innen indult. De utána a másiknál már rájön, mert közben először nem veszi kézbe a Bibliát. Miért ma kiveszi kézbe a Bibliát?
130 év, és már ugyanolyan ateizmus volt, nem vették az emberek, pedig aki a Bibliát kézbe veszi, ha ateista, ha nem ateista, csak nyerhet belőle, mert ami itt van a Bibliában, ez a 66 könyv, ez felülmúlhatatlan. De nem vette Munkácsi kézbe, itt is mit vesznek kézbe, Da Vinci kód és egyéb marhaságok. Munkácsi is kézbe vette egy francia történésztől egy könyvet, a Jézus életét, és abból olvasta ki ezt, hogy Jézus egy ilyen forradalmár Krisztus. Hát Krisztus nem volt forradalmár. Krisztus már a második festményén zöld ruhával kísérletezik, jóval szelidebb arccal, a harmadik képén vörös ruhával kísérletezik, szinte már egy ilyen sztoikusan gyötrődő megtört arca, és ez lett a végleges, de a véglegest is 52-szer festi át. Zédelmeier külön vagont csináltat ennek a képnek, a vagonba kifeszíti a képet, Munkácsi szállhat be egyedül a vagonba, és Párizs után, ahol 300 000-en látták ezt a festményt, elviszi Brüsszelbe, elviszi Amsterdamba, elviszi Berlinbe, Varsóba, Bécsbe, Budapestre. Budapesten egy hónap alatt 80 000-en látták, és közben Munkácsi még javít rajta, tehát Munkácsi csak egy szereplőért, csak Jézusért 3 évig küzd. 3 év a könyv, a festmény megszülésének az ideje, a tiszta megfestés idő 10 hónap, a méret 26 négyzetméter, a súly 3 mázsa. A kép középpontjában, még nem mutatom a teljes képet, a kép középpontjában döntő kompozíciós elhelyezésű egy fiatalember és egy anya a gyermekével. Miért? Miért vannak a legközelebb Jézushoz egy fiatal ember, aki innen a tömegből jön elő, de nem akar tömeglény maradni, mint a többi, ő szemtől szembe akarja látni Jézust. Mintha ma azt mondanám, hogy kérem, ne fogadjanak el minden sületlenséget, amit Jézusról mondanak. Vegyék elő a Bibliát, saját szemükkel olvassák el, hogy ő mit mondott, és mit cselekedett. És a fiatalember fölött pedig itt van ez a gyermek, mert Munkácsi közben rájön, hogy Jézus Krisztus mit ismételt a legtöbbet az élete során. Mi volt az a mondat, amit a legtöbbször ismételt? Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be az én országomba. Vissza kell találnunk a gyermekek egyszerűségéhez és őszinteségéhez, de főleg az elfogadni tudásukhoz. A felnőtt emberek nem tudnak elfogadni. Mindenki beképzelt, és azt hiszi, hogy ő nagyon biztos lábakon áll, ő egyedül megoldja az élete problémáit, és ezért van olyan sok kudarc az életben. Ezért szeretjük a kisgyermekeket, mert nem csak, hogy bájosabbak, mint a felnőttek, de valahogy közvetlenebbek, egyszerűen tudnak elfogadni, ha elesnek, fölsegíthetjük őket. Ha egy felnőtt ember elesik, akkor mit csinál? Elmegy a kocsmába? Vagy más helyre, ki engedi magát felnőttként megsegíteni. Tehát Munkácsinál ezek végig gondolt dolgok, ez a kompozíciónak olyan fontos része, például egy anya a gyermekkel, hát reggel 5 és 6 órakor volt ez a kihallgatás, ez eredetiben biztos nem volt ott anya a gyermekkel. De mi nem azt kérjük számon Munkácsit, hogy 2000 évvel azelőtt mi történt, ha senki nem tudja, hogy az oszlop mellett ki volt. A festő üzenni akar valamit, mint a költő is, a zeneszerző is, az üzenete pedig ez, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be az én országomba. Igen, ezt a Krisztus beállítást is mondom, 52-szer nyúlt hozzá, és ez a végleges festmény. Krisztus Pilátus előtt 1881 húsvétjára készül el. Tehát az aranymetszés a művészet történet legrégibb szabálya, zenében is, irodalomban is, festészetben is. Tehát, hogyha nagy felületeket festek meg, sokkal jobb az egyharmad aránylik a kétharmadhoz, sokkal feszültségteljesebb, mint hogyha a szimetria lenne, vagy 50% az 50%-hoz. Egyharmad pontban áll Jézus, Munkácsi 3 kedvenc színe egyikében a fehér, fehérben van Jézus, fehérben van Pilátus, másik kedvenc szín Arimatei Józsefnél látjuk a kéket, ennél a békés tömeg embernél megint a kéket, és a vörös szín nem csak a katona, de főleg ennek a nagyon büszke, nagyon öntelt főpap, aki úgy terpeszkedik el, mintha az egész világ az övé lenne.
félelmetes portrékat fest itt meg Munkácsi. Én csak bemutatom önöknek a festményt, csak rámutatok arra, hogy itt van a hatalom igazsága, mert aki hatalmon van, mindig igaza van, nem? Önök láttak már olyan hatalmat például? Csak vegyünk példát kis hazánkban. Mindig, amit átéltünk, annak volt igaza. Amikor lebukott, utána már messze nem neki volt igaza, de amikor 60-as éveket éltük, akkor annak volt igaza. 90. Sajnos, ez az emberi történelem egyik rákfenéje, hogy a hatalommal való visszaélés, és a hatalom igazsága, az ő kezében van Krisztus élete. De milyen érdekes, nem ismer ránézni. Krisztus rámer nézni, sőt, érte is küzd. Mert Jézusnál nem a hatalom igazsága van, mint Pilátusnál, Jézusnál az igazság hatalma van. És ha csak ennyit megjegyzünk, hogy a hatalom igazsága, meg az igazság hatalma, és az egész emberi történelem, meg a hétköznapjaink is erről szólnak. Pascal, a francia filozófus ezt így mondta, amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Az egész emberi történelemről a legmélyebb mondásnak tartom. Amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Mindig annak van igaza, aki hatalma van. De ettől koldulunk. De ez a fiatal ember, aki az egész termet felügyelni szeretné, ezek a súgó, búgó, trafikáló emberek, ez a kettős csoportodat, Kajafás a főpap, aki nagyon teátrálisan vádolja Jézust, de üres-üres, a gesztikulációja is, de az arca is. Ez a 10-11 ember, aki harapó fogóba fogja Pilátust, hogy mennél előbb ítéljel Jézust. Ezt nem tudom, a három festményben most csak egy kis részt nyitok önöknek, ebben el kell mélyedni, mert Munkácsi ebben nagyon sok mindent helyezett el, amit csak azok az emberek tudnak felismerni, hogy Munkácsi mit üzen, akik elmélyednek ebben. Amikor először Párizsban kiállították, 10 métert kellett tartani a kép előtt, ott volt a kordon. Az emberek tolongtak, és fél óráig, 3-4 óráig nézték. Akkor történt meg, hogy egy kisgyerek nem látta a képet, az édesapja nyakába tette, és mondja, hogy fiam, látod már? Azt mondja, apu, látom már, de még nem hallom. Mert ezek óriás képek, ezek rájátszanak arra az illúzióra, mint hogyha most toppannánk be. Mi is itt vagyunk. És ha most Debrecenbe, hát minden egyes ilyen tárlatvezetésen 50-100 ember eljön, nem tudnak, önök is mondták, nem tudnak elszakadni, ugye? Nehéz kijönni. Mert az ember, amikor elkezdi végig gondolni ezeket, hogy ezek a vallási vezetők? Ezek? Ezek a köztiszteletben álló emberek? Hát micsoda különbség van Krisztus és ezek között, micsoda feszültség van, még az ateista emberek között sincs akkora feszültség, mint itt Krisztus és a zsidónép vallási vezetői között. Mit keres itt ez az ember, aki rámutat Krisztusra? És egyéb dolgok, ezekben most nem tudok elmélyedni. Ezt a festményt én egy óráig elemzem úgy, hogy kb. 40 kinagyítás segítségével, a Miskolcon vették fel ezt az előadást, ugye Magyarországon Miskolc és Békéscsaba a két munkácsi város, mert Miskolc környékén, Miskolcon van a szüleinek a sírja egyébként a Mindszenti temetőben, munkácsi szüleinek sírja, és Békéscsabán, ahol volt, tehát ott tartottam nagyon részletes előadásokat, ott kb. 100 kinagyítás, ami rajta van ezen a CD-n, és a 4,5 órás előadás, ezt tudom önöknek ajánlani. A Magyar Televízió egyes csatornájában mind a három képre kaptam 20-20 percet. Azt is le lehet tölteni az MTV1, a Biblia Magyar Képzőművészetben című honlapról. Olyan nagy volt a sikere Párizsban és szerte Európában ennek a festménynek, Munkás rögtön lementette a maga részére. Készített belőle két nagy redukciót, itt meg egy kis redukciót, tehát kicsinyítést. Hans Temple, osztrák-magyar festő, festmény, hogy Munkács ül a párizsi műtermében, és a kis redukciót festi. Mert Munkácsi ugye ezeket a képeket tulajdonképpen Zédelmeyernek eladta. Zédelmeyer rendelte meg, és Zédelmeyer, és ezt tessenek jól megjegyezni, mert a jó dolgokat kell duplán megjegyeznünk. A rosszat el kell gyorsan felejteni, de a jó dolgokat kell duplán megjegyezni. Zédelmeyer azt mondta, Munkács ülön akkora tehetség, én 10 évig önnek életjáradékot fizetek. Fessen, amit akar, de ezt a három képet fesse meg nekem, ezért is külön pénzt fizetek, de 10 év alatt, amit fest,
Azt is megveszem, összesen 109 képet vett meg tőle, és évente akkora életjáradékot adott neki, amit se Michelangelo-nak, se Leonardo-nak a pápák nem adtak, se első Ferenc francia király nem adott Leonardo-nak, akkor se Rembrandt-nak nem adtak a hollandok. Tessenek úgy elképzelni, csak mondok egy számot, mintha ma egy évben, mondjuk a Munkácsi most élen azt mondanánk, hogy 100 milliót kap egy évben, csak azt vessen, amit akar. De az 100 milliót az semmiért kapja. Csak az, hogy ne kelljen güriznie, gürcölnie. 10 évig ilyen fényűző életet biztosított neki Zédelmeier. A képei elővásárlási joga ugyanaz övé volt, de ahova elvitte, ott is ő vitte el. Például Pesten, amikor Munkácsi eljött, itt van a fiatal, alig 40 éves Munkácsi, az ország főrendjei, vezetői díszvacsorákat adtak, kitüntetés. Ugye már a Miltonért megkapta Ferenc Józsefil a Michel de Munkácsi, tehát nemesi rangot kapott. Szóval Munkácsit ünnepelte Magyarország, és mindenki azt kérte, hogy fesse tovább, Krisztus Pilátus előtt után mi legyen a következő téma, hát a Golgota. De a Golgotánál is Munkácsinak nagyon nagyra törő tervei voltak. Már itt látszik az első vázlatnál, mert itt is az aranymetszés. Itt a jobb oldalon van az egyharmad, magának a megváltásnak, Jézus áldozatának a beteljesedése. A bal oldalon a kétharmad, na, itt mivel fog foglalkozni? Második vázlat, itt jobb oldalon ugyanúgy, egyharmada, azért vannak így félköribben a felfeszítettek, mert ha frontálisan ábrázolom, az legalább idáig kijönne. Neki csak egyharmadnyi helye van erre, hogy a két latorés közöttük Jézus. Itt már az arab lovas, hogy föltesz lóra egy embert, aki szembenéz majd Jézussal, tehát itt már körvonalazódik az, ami a színvázlaton, ez a következő, a kis színvázlat. Itt is látjuk, hogy az egyharmadot itt a bakóval, a hóhérral választja el, kék színű ruhában megy, szekercével a kezében, és itt van a létra a vállán. Tehát ez itt lehatárolja ezt az egyharmadot, pedig ez a hangsúlyosabb jelenet, de hát ezt is egy órán keresztül vizsgáljuk, hogy itt az egyes szereplőknek mi a viszonyuk. Ugye János mindig vörös ruhában, Mária az édesanyja majdnem a halál szélén, Mária Magdolna következő, hogyan ábrázolja a jobblatrot, itt még nincs rajta a százados, később rajta lesz, ballator, a katona, aki majd megvizsgálja, hogy Jézus meghalt, egy álmélkodó fiú, igen, ez az egyharmad, de mi lesz a kétharmad? Kétharmaddal mit akar csinálni? Miért ez a lényegesebb rész, mennyiségben legalábbis? Hiszen jelentőségében nyilván Jézus áldozata sokkal fontosabb, mint ez a tömegjelenet, de hogy Munkácsi mennyire megismeri a Bibliát. Nem tudom, hogyha önöktől megkérdezném, ki tud erre válaszolni, hogy a Biblia mit mond arról, hogy Jézus áldozatára nézve, hány viszonyulás van az elmúlt 2000 év, hogy viszonyulnak az emberek Jézus áldozatához? Hányféleképpen? 1, 2, 3, 4, 5? Pál apostol az első Korintus levél első fejezetében azt írja, hogy Jézus halálához lényegileg háromféleképpen viszonyulnak az emberek. Az egyik rész, és ez Munkácsi itt festi meg ebben a körben, bolondságnak tartja az egész Jézus áldozatát. Nem foglalkozzon vele, mit érdekel engem, hagyjanak békén a vallással, nekem Biblia nem kell, Isten nem kell, Jézus Krisztus nem érdekel, ma az élet nem erről szól, pénzről szól, élvezetek, mit érdekel, hogy 2000 éve? Ugye, sokat tetszenek hallani, vagy ha nem, akkor ez van benne a levegőben. Régen is megvolt ez, csak nem tömeges méretekben. Az emberiség egyik része az unott hóhértől az ámuldozó fiatalemberig, vagy a néptömegek gondolattalanságáig bolondságnak tartja. Nem tud mit kezdeni Jézus áldozatával. Második csoport. Itt vannak a vallási vezetők. Lesz belőlük legalább 6-7. Itt van a nyúlványuk még itt a bal oldal. A másik része az emberiségnek megbotránkozik Jézus halálán. Nem bolondságnak tartja, botránkozásnak tartja. Hogy az Isten hagyja magát megfeszíteni? Hát akkor nem Isten. Hát nekünk nem ilyen Isten kell, akit meggyaláznak, leködösnek, megfeszítenek. Nekünk valaki erő kell, erő, mint a politika is mindig azt mondja, itt az erő, itt az erő. Tehát megbotránkozik. Ez szám még súlyosabb, mint bolondságnak tartja, megbotránkozik. És a harmadik, mondja Pál apostol, akik szembesülnek, elkezdnek ezen gondolkodni, hogy mi az, hogy
Az ártatlan van a keresztfán, és mi pedig, akik messze nem vagyunk ártatlanok, meg élünk, és még mindig élünk. Mi, akik hiszünk, nekünk Krisztus keresztje az Isten ereje. Ez a három kategória van. Bolondság, botránkozás, és a hívőknek az Isten ereje. De csak akkor, hogyha gondolkozva hisznek. Nagyon sok munkája volt Munkácsinak, ezt is 3 év alatt hordta ki, ez a második színvázat. Itt egy kicsit összegubancolódnak a szálak, itt a háttérrel kísérletezik, mert ugye Jézus, amikor meghalt, fényes nappal lett éjszaka. Hát besötét, a Biblia azt mondja, hogy déli órákban besötétedett a föld, megrendült a föld, és ezt kifejezni, hogy fényes nappal, igen, ez csak majd a végső változatba tudja kifejezni Munkácsi. Mondom, hogy ezekről is külön-külön beszélek, ezekről az alakokról, külön is meg is festette őket, aztán véglegesen így néz ki majd ez az arab lovas, a gondolkozva hívő ember. Aztán Krisztus hányadik szava a keresztán, mert Jézusnak 7 szava volt a keresztán, és Munkácsi nem azt a címet adta ennek a képének, hogy Golgota, hanem a 6. Jézusi szó latin fordítását. Consummatum est. Vagyis beteljesedett. Tehát Emes mester például a 4. szónál, én Isten, miért hagytál el engem? Mindegyik festő másképp, ezt meg kell ismerni, tehát Emes mester kálváriája ugyanez a téma, de egész más feldolgozás. Ez lesz a végleges változat, és ez a trilógiának a leghatalmasabb festménye, mennyi volt az előző 26 négyzetméter, mennyi ez? 34. Hát ez már végképp nem férne el itt. Ez 34 négyzetméter. Ez a legnagyobb festmény. Itt is a fehér szín, mint az előző festményen, a kék szín, a vörös szín. Munkácsinak ez a 3 nagyon erős szín volt a kedvenc szín, a többi pasztel átmenet, és így oldja meg a déli napfénynek az elsötétülését, mint a sötétség mögül nem egy alkonyati fény kell, hogy jöjjön teljes tüzében a nap, tehát ezért festi meg így, elsötétül erre a kép, de erre viszont kivilágosodik, mert a feltámadás ígéretét is rá akarja festeni. Hogy harmadnapon, hogy Jézus magára vette a bűnöket, az emberiség bűneit, és ezért ő neki meg kellett halnia. Mert lehetett volna neki azt mondani, hogy nem veszi, ő nem azonosul az emberek bűneivel, akkor visszatérhetett volna a mennybe. De hogy ő azonosul a bűnökkel, magának, az atyának, az Istennek sem állt módjában Jézus megmenteni. Mert aki a bűnnel azonosul, Isten nem mentheti meg. Viszont mivel Jézus nem a saját bűneiért halt meg, hanem mások bűneiért, ezért az is igazságtalan lett volna, hogy ő a sírfogságába maradjon. Harmadapra feltámad, és ez a fehér csík jelzi itt valahogy, hogy kivilágosodik, hogy lesz majd egy harmadnapi feltámadás. De hogy János apostolt megfesti, hogy Máriát, hogy Mária Magdolnát, ugye ezeket a fölháborodott arcokat, ezeket a megbotránkozó, vagy a lelkiismerete elől már az egész festményből kifutni kész embert, de legfőképp, mert ő a festménynek Krisztus mellett a főszereplője. Akit azért emel föl Munkácsi egy lóra, hogy kiemelkedjék a tömegből, megállítja a lovát, megfogja a kantárát, a másik kezével a tomporára nyugszik, megáll és szembesül. Kedves hallgatók, Munkácsi, amit hangsúlyozni kívánt, hogy a vallás, a kereszténység, amikor a legfőbb cselekménye itt van előttünk, az nem érzelem kérdése, nem is hagyomány kérdése, nem tradíció kérdése. A keresztény vallás az gondolkodás kérdése. Ki az, aki elgondolkozik azon, hogy Krisztus miért jött a világra? Ki az, aki elgondolkozik Jézus győzelmes életén? Ki az, aki elgondolkozik, hogy Jézus miért adta magát? Nem áldozatul esett, Jézus áldozatul adta magát. Ki az, aki ilyen kérdésekről elgondolkozik? A gondolkozó ember hinni fog, de gondolkozás nélküli hit nincsen. Mentsen Isten a gondolkozás nélküli hívő emberektől. Rosszabbak, mint az ateisták. A hit az gondolkozás gyümölcse. Mert a hitet úgy definiálja a Biblia, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Zsidókhoz írt levél 11:11. Ha valakinek hite van, annak meggyőződése van, az nem hiszékeny.
A hit az nem hiszékenység. A hit az nem babona. A hit az nem tradíció. A hit nem szokás, nem hagyomány. A hit az egy tisztességes, becsületes gondolkodás és szembesülés után, mint isteni adomány jut mindenkinek a birtokába, mindenki rendelkezhet hittel, ha veszi a fáradtságot, hogy utána jár a dolgoknak. Ezért mondta Jézus, hogy aki kér, az kap. Aki keres, az talál. Az zörgetőnek megnyittatik. Munkácsi a gondolkodó hívő embernek állít emléket ezzel az arab lovassal. És látjuk megint a fehér szín, megint csak két fő szereplője van ennek a műnek. Zédelmeier végigviszi Európán, mert most a két művet, két oldalt állítja ki, átviszi Angliába, óriási siker, és átviszi Amerikába. Amerikában készült fotók Munkácsiról. És ha valaki elmegy Amerikába, egész más még a fizimiskája is. Tessenek megnézni. Washingtoni műtermekben készült képek. Munkácsi remekül érzi magát. 100 festményt fest Amerikába 3-4 hónap alatt. Mindenki a gyerekét, unokáját vele akarja lefestetni. Ezért került, kb. 100 képe lappang most Amerikában, az Egyesült Államokban, és amikor kiállítják a két festményt, bemegy egy milliárdos a kiállítás, egy bizonyos John Wanamaker. Ezeket mind leírom, ugye úgy épül fel a könyvem, hogy itt fut a szövegem, és itt egy ilyen besatírozott ez az összes rendkívüli mellékkörülmény minden oldal így, így néz ki, és itt meg a kinagyítások. Tehát bemegy ez a milliárdos, és meglátja ezt a két festményt. Nézi, és 10-15 perc után sírva fakad. És azt mondja, hogy kerül, amibe kerül, ezt a két festményt megveszi. Csak a Golgotáira annyi pénzt ad, ezt tessenek megjegyezni. A mai csúnya pénz éhes világban érdemes megjegyezni, 6 milliárd forintért kell el a Golgota. Soha festőnek ennyi pénzt nem adtak. Életében. Mert ugye a halála után mennyi, az egy másik kérdés. De élő festőnek, az élő Michelangelo soha nem kapott, se a Mózesért, se másért. Az élő Leonardo a Mona Lisáért senki nem kapott. Munkácsit annyira a világ első számú festőjének tartják, Mexikótól Kínáig. Az egész világ őről a beszél, hogy ennek a John Wanamakernek, ennek a milliárdosnak csak a Golgotáért mai értéken 6 milliárd forintot kellett adnia, hogy Zédelmeier neki adja el. Telnek az évek, mindenki kéri a harmadik festményt. A két festmény el van adva, 1888-ban eladták Amerikába. 1888. Mi legyen a harmadik festmény? Ha önök azt mondják, hogy Krisztus Pilátus előtt, Golgota, konszumátum, ezt mi legyen a tematikusan a harmadik? Vagy a feltámadás, vagy a mennymenetel. És Munkácsi már nyilatkozik is amerikai lapoknak, hogy hozzá kezdek a feltámadást. Hát tehát az kell, ugye. Krisztus elítéltetése, felfeszítetése, és vagy a feltámadás, vagy a mennymenetel. Csak hogy két bökkenő is van. Egyrészt, hogy mind a két eddig látott kép rendkívül feszültségteljes. Most egy harmadik képet festeni, a maga a harmónia és maga a feloldódás, tehát feltámadás és megmenetel, nem illik bele. Második probléma még nagyobb, ki hisz az emberek közül a feltámadásban és a mennybe menetelben. Ateista világ volt már akkor is. Nyugat-Európa már ateista volt. És Munkácsi nem akarta kockáztatni, hogy senki ne jelenjék meg a tárlatán. Ezért jó érzékkel, és szerencse is kedvez neki, visszatér, mert az első festményen csak a Pilátus előtti első kihallgatást festette meg. Tudni, a Biblia szerint Jézusnak 6 kihallgatása volt, Pilátus előtt nem egy volt, hanem 2 volt, és az első festményen csak az első kihallgatás, az egy belterületi, tehát a Pilátus fogadó termében való jelent, itt viszont az udvarában is így vetődik fel a Pilátus előtti második kihallgatásnak a jelenete, ami az első rajza ez Munkácsinak 1892-ben kezd bele, 4 évig szüli, elkezd rajzolni az alakokat, így kezdi lerajzolni ezt, például Krisztus nagyon sematikusan, vázatosan a kicsinyített színvázlaton is még nagyon elnagyolt minden, és ez a végleges.
négy év alatt készül, de a tiszta megfestési idő 7 hónap. 7 hónap. Amikor ecsetet vesz a kezébe és festi. Az előző két festményen van kb. 30-30 figura, itt 70, 73. És amikor Munkácsit megkérdezték, hogy mely képeit szereti a legjobban, azt mondta a síralomházat, a Miltont és az Ecce Homo-t. Miért? Mert ezután Munkácsi már olyan beteg lesz, hogy ahogy befejezi ezt a festményt, 4 évi agonizálása kezdődik. 4 évi agonizálás. 1896-ban fejezi be, és a magyar millenniumi kiállításokra hozza, itt már magyarul van az aláírása, Munkácsi Mihály, nem Michel de Munkácsi. Miért? Mert magyarjaink észbe kaptak. Azt mondják, hát már Amerikában van 2 Munkácsi kép, hát nekünk már Munkácsiból semmi nem fog maradni. Pesten összedobják a pénzt, konzorciumot hoznak létre, előre kifizetik Munkácsinak csak, hogy miénk lehessen a kép. Munkácsi megfesti a képet, elhozza az ezredévi kiállításra, utána a konzorcium feloszlik, eladja a képet, végül is egy Déri Frigyes nevű posztógyároshoz és posztókereskedőhöz kerül, aki gyermektelenül halt meg, és ezért fölajánlotta a magyar városoknak a festményt azzal a feltétellel, hogy annak a magyar városnak ajándékozza, ami hajlandó egy külön múzeumot felépíteni ezért. Először Bajajot számítás, utána Miskolc, végül is, vagy 30 éves húzavona után, ez ránk különösen jellemző, mi csak évtizedekbe tudunk tétovázni, meg totyázni. 30-ra adják át a Debreceni Déri Múzeumot, és a Déri Múzeumban belépünk egy külön üvegtetős terembe, szembe ez a kép fogad bennünket, két oldalt meg kihagyták a másik két képnek helyet, mert azok Amerikában voltak. Nem tudhatták, hogy mikor kerülnek vissza, 100 évig voltak Amerikában. 100 év után ment tönkre ez a Wenemaker nevű kereskedőház, mi Philadelphiában tartotta a képeket lefüggönyözve, csak a húsvéti ünnepekre húzták szét, és akkor a vásárlók ott tolongtak és álltak a képek előtt, mindenki megnézhette természetesen. 1988, ez már a mi időnk, 1988-ban az ottani két képet aukcióra vitték, ide-oda kerültek, és most Pák Imréje a Golgota, és az első festmény, éppen most folynak a tárgyalások, hogy a kanadai Hamilton Múzeum most adja, nem adja, visszakéri, itt marad, mennyiért, stb. Tehát ez egy kalandos utótörténet mind a három kép. Volt olyan eset is, ami mikor is volt Amerikában, az a 2001-ben volt a nagy terrortámadás. Hát akkor például, akkor is utaztatták a képeket, úgyhogy Chicagóba találták meg az egyik képet, teljesen elkavarták egyébként, majdnem egy paraszthajszál híján majdnem megsemmisült az első kép, ami egyébként már Wenemakernél is egyszer majdnem tűzeset áldozata lett. Tehát ez is egy csodával határos módon, hogy megmaradt ez a három festmény, ez Debrecen város tulajdona 1930-tól fogva. Ez azóta ott van kiállítva. Itt is a kétharmados rész. Itt van az egyharmad, Jézus megint itt az aranymetszés pontjában, és itt egy óriási nagy tömegjelenet Máriával és János apostollal, Arimatai Józseffel és Nikodémussal. Itt van egy ilyen háromszög, belefér a kompozíció, Mária Magdolna is itt van, és a festészet történetnek egyik legnagyobb találmányaként itt van Júdás. Hát erről nagyon sokat beszélek, én is írtam erről egy külön kis könyvet, akkor, amikor ez a lehetetlen Júdás evangéliuma terjedt Magyarországon kb. 10 évvel ezelőtt, akkor írtam egy ilyen könyvet, hogy a Júdás rejtély. De ha föltetszenek menni erre az életadó tv.hu-ra, itt csináltam magyar televíziók számára egy bemutatást, hogy egyáltalán mi ez a Júdás probléma. Ez ilyen 45-50 perces kis ismeretterjesztő előadás, ingyenesen mindenki letöltheti, megnézheti. Munkácsinak ez a megoldás, hogy Júdást, mint szürke eminenciást ide teszi a sötétbe, hogy várakozik, hogy Jézus mikor szabadítja ki magát, és nem jön be a váradalma, mert Jézus nem kívánt hatalommal élni. Jézus nem kívánt politikai tényező lenni.
Jézus nem azért jött, hogy felforgassa a világot, vagy egy társadalmat, és Jézus nem hirdette azt, hogy a politika az életünk megoldója lenne. Az életünket a politika nem tudja megoldani. Az életünkben az erkölcsi problémák az igazi nagy problémák. Ha egy ember nem változik meg, ha az egyes emberek nem változnak meg, akkor hiába beszélnek a társadalomnak a legszebb dolgokról. Ha az emberek változatlanok, ugyanolyan önzők, mint voltak, hiába lesz más az ország címer, a lobogó, hiába nem népköztársaság, hanem köztársaság, vagy most már Magyarország, ugyanaz a helyzet, sőt rosszabb. A világon a megoldás az egyes emberek megváltozása hozza, ez Jézus tanításának a lényege. Most, hogy itt Munkácsi milyen Krisztust ábrázolt, ezt sem tudom önöknek egy ilyen gyors bemutatás keretében, erre is kell egy óra. Minden esetre ez a legszenvedésteljesebb Krisztus a három Krisztus arc közül. Amikor ezt festi, akkor veszi a halálhírét a harmadik gyermekének. A harmadik gyermekéke fiúk első két kislány volt, a harmadik fiúgyerek volt, egy megbokrosodott ló a kadétiskolába ledobta, és szörnyet halt a gyerek, mert olyan szerencsétlenül a nyak szirtjére esett, és Munkácsit ez aztán végleg összeroppantotta. Munkácsinak a betegség először vakságot hozott, de abból ki tudták kezelni még a 60-as években. Utána hozott egy ilyen csontvelő problémát, és a végén hozott egy idegi problémát. Az idegi problémából már nem tudták kikezelni. Amikor ezt a festményt elhozza Budapestre, és bemutatja Ferenc Józsefnek, másoknak is, föltűnik az embereknek, hogy Munkácsi mindig megy, 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 és mindig így az oszlopoknak neki támaszkodik, és így a fejét neki támasztja. És látják, hogy rosszul van. El kell vinni, először Bádenba viszik, Ausztriába, tehát ott a monarchia színhelyére. Ezt a János apostolt és Máriát is hosszasan kell elemeznem, hogy de annál a festménynél, ha érdekli önöket, akkor télvíz idején érdemes ezekben a festmények. Miért így ábrázolja? Mert így nem nagyon ábrázolják egyébként Máriát. Ilyen egyszerűnek, ilyen tenyeres talpasnak, ilyen munkás asszonynak, hogy hát munkás ember volt, és János apostol is, és Munkácsinak a legjobb barátja Párizsban Frankel Leó volt. Mária Magdolna. És így hirdetik meg az Ecce Homo pesti kiállítását, amin Munkácsi részt vesz, rosszul lesz, elviszik Bádenbe, oda még a felesége követi, ahogy súlyosbodik a dolog, pár hónap után átviszik Bonn külvárosába, Endenikbe, itt halt meg Schumann is, a híres zeneszerző, és kezdetét veszi az agonizálás utolsó háromnegyede. Három évig van ott az ideggyógyintézetben Munkácsi, felesége már csak egyszer láthatja, és aztán 1900. május 1-én már a műcsarnok elől indul el a tömeg Munkácsinak a temetésére, aki 1900. május 1-én így ravatalozzák fel Endenikben. Háttérben itt is a trilógiának az első darabjának a reprodukcióját helyezik. Csont és bőr ez az ember, iszonyatos véget ért, 52 és 56 éves kora között már nem tudott magáról. Ezt Szejzel Endre megírta a Magyar Festő Géniuszok című könyvében, nem tudom, hogy önöknél itt megvan a könyvtárban. Tehát a Munkácsi irodalomban, én a Munkácsi irodalmat itt felsorolom, tehát ezt a könyvet itt lehet kölcsönözni a könyvtárból. Ha valaki el akar ebbe mélyedni, van ennek irodalma. És ezután jön még a Munkácsi képeknek a hányattatás története. Mondom, 1930-ban ez már itt van, de itt űr van, és itt is űr van. 1995-ig kellett várni, tehát 65 évvel ezután, hogy egyszer magában itt van ez a kép, visszakerül a két kép. Ez mint a kanadai tulajdon, Hamilton Galéria Kanada tulajdona, ez pedig már mint egy magyar milliómos tulajdona, akitől Pák Imre egy 4-5 évvel ezelőtt megvette a képet. Egyszer ott volt az előadásomon, de nem a hallgatóság kérdezhetett tőle, de nem árult el, hogy mennyiért. De az előadás után, amikor ezt a képet is egy órán át elemeztem, azért az volt a hozzászólása, hogy nem is gondolta volna, hogy milyen értékes képe van. Hát sokszor a pénz, meg a műtisztelet az nem azon a nevezőn van. Az elmúlt 19 évben körülbelül
2,5 millióan látták Magyarországon a képet. Debrecenben, Pécset volt, Budapesten, Bécsben. Kívánatos lenne, hogy már végre megállapodjék a dolog, csak szerintem attól félnek, hogy a mai világban, ami megállapodott, az már unalmas. Mindig botrány kell, nem? Azt mondják, hogy a képet lejtették, mert lejtették, a kép itt megsérült, mindig újságcikk. Most a Munkácsit, mit tudom, meggyanúsítják antiszemitizmussal, mint egy évvel ezelőtt elkezdték ezeket a marhaságokat. A mai világ az egy ilyen ütődött világ. Tehát most csak a botrányok éltetik a dolgokat, és én nem is csodálkozom, hogy nincs itt a három kép, mert az egy unalmas. Hát akkor milyen? Már együtt van, akkor már senki nem fog oda menni. Most Kanada vissza akarja kérni, mert náluk nemzeti műkincs, ezt vissza kellene vinni, hát biztos, hogy most ez egy kicsit megmozgatja megint az állóvizet. Munkácsi Mihály azonban a magyar nép tudatában a legnagyobb festőnk. És nekem az a meggyőződésem, hogy mi magyarok ezzel a kevés nagy értékű kincsel sem bánunk méltóképpen, mert nem ismerik ezt még az emberek. Az iskolai oktatásba sem ment át annyira. Ahol elmegyek az országba, és úgy megbeszéljük, mert ez, ahogy említettem önöknek, ez olyan kettcsinálás a dologhoz. De faluhelyekre is, hogy elmegyek, és kérem, hogy na akkor mélyedjünk el, igen, hát akkor menjek vissza fél évvel később, visszamegyek, még többen vannak. Múltkor Vas megyében mondták nekem egy faluban, hogy hát elmentek ők megnézni a képet, de hát hogy gyorsan elmentek előtte, hát mondom, nézzék, a művészet az nem egy felszínes dolog. A művészet az gondolkodtatni tanít, tehát ott meg kell állni, és ha Párizsban 1881-ben legalább fél órát álltak az emberek, és ott ateista emberek is, meg minden vallás, tehát az is nagyon érdekes, hogy egyik képbe se kötött bele senki se. Először mondjuk katolikus egyház azt mondta, hogy miért nincs Jézus feje fölött glória. Kérem, nem kötelező, ne árulják el a tudatlanságukat. Hát a glória ábrázolás egy bizonyos időszakhoz volt kötve, aztán volt dicsfényábrázolás, volt egyéb más, ez nem kötelező. Tehát Munkácsi mondom, hogy nem csak nagy festő volt, hanem nagyon jelentékeny gondolkodó is volt. Tehát őt ne csak egy magyar piktornak nevezzük, hanem Munkácsi ezekbe a festményekbe olyasmiket tett bele, hogy 130 évvel a megfestésük után is van, miről gondolkoznunk. Az egy külön történet még, hogy ezek a festmények hogyan menekültek meg. A festményeknek a színvilága, az atmoszférája mind csodálatos, de csak itt egy dologra teszem a hangsúlyt, például miért van itt ez a zárka ablak? Mert amit én bemutatok ezeknél a részletes elemzéseknél az, hogy a festészet az egy térbeli művészet. Ez egy sík, valami itt időbeliséget nehéz ábrázolni. Itt egy ponton kell megragadni, és egy pontba kell sűríteni a dolgokat. De Munkácsi, hogy kifejezze a második kihallgatását, mivel kezdődött a második kihallgatás? Azzal, hogy Pilátus kihozatott innen a börtönbe egy Barabás nevű embert, odállította Jézus mellé, és választást adott a népnek, hogy kit ítéljek el. Egy köztörvényes bűnözőt, aki gyilkos, tolvaj, rabló, vagy Jézust, akit ti názáretinek neveztek. És ennek az emléke, mert ezt ugye ide Barabás már nem fért volna el, hát az már egy szétfeszítené, de itt, hogy így kezdődött, aztán Jézuson miért vannak ezek a vérnyomok? Mert miután első kísérlete nem sikerült Pilátusnak Barabással, hogy Jézus szabad lábra engedje, utána 39 ostorcsapást méretett Jézusra. Nem egy Mel Gibson film, nagyon finoman láthattuk ugye a vérnyomokat, teszek látni, tehát nincs túlfokozva, de Jézust itt 39 megcsapatásba részesítette. Miért csinálta ezt Pilátus? Hogy emberek, elégedjetek meg ezzel. Ennyi untig elég, aztán szabadon bocsátom. Tehát egy ártatlant keresztfára szögezni, folyjon egy kis vér, de ne az egész. De az emberek úgy föl voltak lázítva, mert a főpapok felbújtották őket, hogy az emberek ugye már lincs hangulat volt, feszíts meg, és ezért jött ki harmadszor Pilátus azzal, hogy harmadik mentőv, hogy emberek, hát én őt merem embernek nevezni, de hogy ti emberek lennétek?
Ecce homo, íme az ember. Ő ember, mert mikor mutatkozik meg egy embernél, hogy milyen ember? A nehézségekben, a megaláztatásban. Ez volt a harmadik mentőv. De amikor ez sem sikerült, azután beviszi Pilátus a törvényházba, mint az első festményen láttunk, hogy ez egy belső tér, faggatja Jézust, és a négy szem közti megbeszélés, amelynek csak János apostol volt a tanúja, mert ő követte Jézust a legvégsőkig, végén Pilátus eldönti, hogy szabadon fogja bocsátani Jézust. De akkor jön egy félelmetes bekiabálás, mert ugye mindenki látja, hogy, és Munkácsi mondom, tökéletes, időbelileg is így kinyújtja a dolgokat. Tehát itt van Barabásra utaló jel, itt van a megostoroztatás, itt van az ecce homo jelenet, de itt van már az, hogy amikor beviszi Pilátus, és szabadon akarja ténylegesen bocsátani Jézus, és a katonáknak parancsot ad, hogy tegyenek meg minden előkészületet a szabadon bocsátásra, akkor valaki bekiabál, ha őt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. És ez pecsételi meg nem csak Jézusnak a halálát, de Pilátusnak a sorsát is. Most ezt be kell mutatni. Ezzel azt akarom mondani, hogy ezeken az óriás képeken Munkácsi a lehetetlent ostromolta, időbelileg is kitágítja a dimenziót. Tehát egyszerre több időbeli jelenet van rajta. A Barabás elítélés, a Jézus megcsapatás, szinte látjuk, hogy majd ide be fogja vinni, de akkor ez az ember bekiabál, és ez pecsételi meg a sorsot, hogy Pilátus arra gondol, hogyha ez a római császár fülébe jut, hogy ő nem a császár barátja, körül a halál fogja. Most vagy egy ártatlan elítél, de ő akkor megmenekül, vagy pedig egy ártatlant nem ítél el, de akkor ő meghal. És akkor elgondolkozzunk a hallgatókon ezeken a kérdéseken, és hétről hétre, hogy szoktam menni, van, ahol egymás után három nap tartom, van, ahol hétről hétre, van, ahol két hétről két hétre, és kérem az embereket, mondom az embereknek, hogy tessenek elolvasni csak a János Evangélium a 18.-19. fejezetét. A Munkácsi is csak azt olvasta el, vagyis hát azzal foglalkozott a legrészletesebben, de azért tudta ezt megfesteni, egyébként nem tudta volna megfesteni, ilyen mélységben. Mert ilyen ábrázolás az európai festészetben nincsen. Itt európai festőket felvonultatok Tintorettótól, Fra Angelicótól, Tizianóig, Veronézéig, a kortárs festők Rembrandtig bezárólag, és kérem, össze lehet hasonlítani. Szóval Munkácsi ebben a témában a legnagyobb. Na, de nem is volt festő, aki 18 évet szánt volna egy témára. Tehát ezzel tulajdonképpen én csak szeretném fölhívni az önök szíves figyelmét arra, hogyha igazi gondolkodásban, igazi művészi élményben akarnak részesülni, jöjjenek el Debrecenbe, foglalkozzanak ezekkel a festményekkel, és egyáltalán ezekkel a gondolatokkal is, amit Munkácsi nagyon drámaian fest meg, mert például ennek az idősasszonynak nem kell Jézus, ez elutasítja azt, mert csaló ez a Jézus, nem kell nekem, viszontlátásra. Itt van. Szinte kiszalad a képből. De aztán itt van egy ilyen óvó féltő, nem csak a gyermekeit óvja ez az édesanyja, Jézusra is úgy néz, mint ez az asszony is. Ezekről mind vannak kinagyítások, elbeszélgetünk itt az összes szereplőről, és főleg a festménynek a legnagyobb alakjáról, mert ő a legnagyobb alak. Tehát ugye az első vázlaton egyáltalán nincs rajta, nincs róla skic sem, és ezen sincs rajta. Hogy került akkor a végén ide? És a leghangsúlyosabb, és miért néz föl, és ki ez a valaki, akit Nikodémussal azonosítatunk. De mondom, hogy én itt csak távirati stílusban az önök figyelmét szerettem volna felkelteni ezekre a festményekre, hogy ezekkel foglalkozni kell. Ha van most kérdés, örömmel várom, bármilyen jellegű kérdés, és ha van kívánság, akkor novemberben, decemberben, vagy januárban, februárban találkozhatunk, hogy Munkácsihoz méltó részletesség.